Sziasztok, én Vossala Rozina vagyok, üdvözöllek benneteket innen a No Salty konyhájából. Egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni ma egy recept kíséretében. Az égés és a füst, illetve a füstben keletkező káros anyagok nem csak a dohányzás esetében jelentenek problémát, hanem az élet számos egyéb területén is. Sokan nem is gondolnák, de például a kerti grillezésnél a rossz technikával szénégetett étel komoly gondot jelent. Az égés során ugyanis rengeteg olyan káros anyag szabadul fel, ami számos súlyos megbetegedés kockázatát növelheti. Ezért is nagyon fontos, hogy olyan ételeket is készítsünk, amelyek egyáltalán nem járnak a füst által okozott ártalombevitellel, ezzel is védve szervezetünket. Ezzel a szemlélettel hoztam nektek egy baromira ízletes, nagyon könnyű, egészséges, füstmentes receptet. Méghozzá fogunk készíteni egy sous-vide lazacot, hozzá egy karfiolpürét és egy nagyon finom babsalátát. Ezzel a recepttel két olyan technikát is szeretnék nektek megmutatni, amivel füstmentesen, nagyon könnyen és ízletesen tudtok főzni. Az egyik technika a sous-vide technika lesz, amihez vagy használhattok egy sous-vide gépet, amit én hoztam magammal, vagy egyszerűen csak egy hőmérőt is használhattok hozzá, nem kell hozzá más, csak egy fazék és egy kis víz. A másik pedig gyakorlatilag egy püré, amit szintén minden zöldségre le tudtok bontani, illetve minden zöldségnél fel tudtok használni, mi most karfiolt fogunk használni. Folyamatot azzal kezdem, hogy én egy nagyon picit, 10 percet beszoktam pácolni a lazacot sóval és egy kis cukorral. Ettől összehúzza magát, illetve nyilván ízesítjük is. Most pedig beállítjuk a sous-vide készüléket. Erre kettő technológiátok lehet. Az egyik az az, hogy van otthon egy sous-vide gép. Ez kevesebbeknél fordul elő, én most mégis ezt fogom használni, mert tényleg sokkal jobb sous-vide eszközt használni, de ettől függetlenül hoztam egy hőmérőt is, amivel rá fogunk mérni, hogy megmutassam, hogy ha nincs otthon sous-vide gépetek, akkor simán csak egy hőmérővel a kívánt hőfokig melegítitek a vizet, ami nálunk 55 fok lesz. Az én sous-vide gépemben, aminek egyébként Szilárd a neve, az a legviccesebb, hogy telefonról kezelhető. Beállítom rajta az időt és a hőmérsékletet, ami most nálunk 55 Celsius fok és körülbelül 30-35 perc, rányomok a startra és elindul. Mehetünk tovább a karfiol pürére, semmi másra nincs szükség, csak magára a zöldségre, egy kis vízre, vajra és sóra. Rámegyünk a lazacokra, mert hogy Szilárd már 55 Celsius fokra melegedett. A lazacokat egy vákum zacskóban fogjuk belehelyezni a meleg vízbe. Ezt hívják sous-vidolásnak, ugye ez gyakorlatilag a vákumozás víz alatti technikát jelenti. Bele is teszem a lazacokat ebbe a vákumzacskóba. Nyilván a profi sous-vidolóknak van otthon vákumozógépük, de én most megmutatom, hogy erre egyáltalán nincsen szükség, mert fantasztikusan lehet sous-vidolni vákumgép nélkül is. Egy pici kakukkfüvet fogok még hozzádobálni, illetve egy kis citromot és borsot. Vákumozás műveletéhez vákumgép nélkül egy lábosra, teli lábosra vízzel van szükségünk. Megfogjuk ezt a zacskót. Alámerítjük a vízbe, és ezáltal automatikusan az összes oxigén ki fog belőle nyomódni. Bezárjuk itt ezt a vákumzacskót, és kész is van a manuális vákumozás. Ahogy elmerült a lazac, oda csiptetjük a zacskót az edény falára. Amíg puhul a karfiol, és szuvidálódik a lazac, addig elkészítjük a babsalátát. Ebbe a salátába zöld fűszereket fogunk tenni, lilahagymát fogunk tenni, és babot, vörös babot, kis citrus, olívaolaj, só, bors, és kész is vagyunk. Amint készen van a lazac, egy végtelenül egyszerűen fogunk tálalni, alulra szépen kisimítom a karfiolpürét, rá fogom helyezni a babsalátát, a
tetejére mennek a gyönyörűen szubidálódott, elkészült, füstmentes lasatszeletek, és annak a tetejére pedig egy kis átolajozott, csírát, retket, zöldfűszert fogok halmozni, csak hogy igazán esztétikus legyen. Ha szívesen megkóstolnátok, vagy elkészítenétek további ehhez hasonló füstmentes recepteket, akkor keressétek a No Salty oldalán a füstmentes címkével ellátott ételeket, vagy recepteket. Sziasztok!